közlekedésnek egy nagy rajongója vagyok, és tömegközlekedésnek főleg, és nincs jogosítványom, leginkább a tömegközlekedéssel közlekedem, és megfogott mindig is, megragadott igazán. A technikát társítottam ehhez, ami pont ez a közlekedés témához, ez a timelapse technika ideális. Alapvetően ezzel a filmmel diplomáztam, tehát alapvető célja ez volt. De nekem sose lehetett, ezek a vizsgafilmek mindig egyben egy kreatív projekt, nem csak a feladat ért. A forgatás nagyjából 8 hónapig tartott. 2012. október-novemberében kezdtem el, és olyan, hát nyáron lett kész körülbelül, 2013 nyarán. 8 hónap alatt minden héten forgattam, sőt minden másnap körülbelül, tehát nagyon sokat. Nagyjából olyan 100 000 megtekintés van most már a különféle videó megosztókon. Hát nagyon sok pozitív visszajelzés, tehát ilyen szempontból hálás projekt volt, hogy hát ezek az emberek talán könnyebben tudnak azonosulni, és abszolút pozitívak voltak a visszajelzések maximálisan. Jó működő közlekedési budapesti abszolút. Sokat panaszkodnak rá, de szerintem ez a film is arra hivatott, még egyszer hangsúlyozom, hogy bemutassa, hogy igenis jól működik, és egy modern európai közlekedés abszolút. Hát minden közlekedési eszköz más, technikailag is máshogy kellett meg közelíteni, az emberek reakciója is más, és sokszor magán az utastérbe is forgattam, a járműveknek az utasterébe. Hát érdekes volt. A filmnek a nagy része éjszaka van, ami sok, nem tűnik fel elsőnek szinte. Nyilván a metrós részek azok nappal készültek, amikor a metró utastérbe. De igazából a filmnek a koncepció az, hogy végig éjszaka van, és a végén kell föl csak a nap. Volt sok más élmény a metró, az alagútban lenni elképesztő volt például, hogyha közlekedésre kanyarodjak vissza. De ez egy olyan élmény volt, amit a metróvezetőkben napinnap végig élnek, így az átlag civil számára elképesztő volt. Nekem egészen ilyen szürreális, szkifi-szerű volt látni belülről, egy olyan perspektívából tényleg, amit én nem lát az átlag ember. Tesztelték például a Corvin negyednél a beléptető kapukat, szerintem az egy nagyon jó ötlet lenne. Sokkal inkább, mint hogy ellenőrökkel ellenőriztetni. A világon mindenhol működik ez a beléptető kapus rendszer, és szerintem ez a modern megfelelője, vagy nem is tudom, egy modern megoldás erre, sokkal kézenfekvőbb. És a zene az egy nagyon fontos szerepet kap a filmben, ami kifejezetten a filmhez íródott, igen, és úgy gondolom, hogy ez a film ilyen 50-50%-ban működik, tehát a zene nélkül fele annyit se érne, és igazából a kettő egy ilyen fúzióban testesül meg, és Mirkovics Mártás, a Neo zenekarból írta a zenét. Láthatóak a filmben ilyen asztró, csillagos timelapse-ek az égboltról. Ez pont a Mobilus készítése során nagyon megfogott, és a következő projekt majd valahol itt fog folytatódni, ahol ez abban maradt.